A bejárati ajtóra ragasztott tájékoztató hirdeti a közelgő felújítás kezdetét a Fehérgyarmati Kórház nővérszállóján. Az épületek a kórházzal egyidősek, 1963-ban adták át őket. Azóta nem volt lehetőség felújítani őket. A három háztömbben összesen 24 lakás áll rendelkezésre a minigarzontól a háromszobás lakásig. Jelenleg 14-et orvosok, 8-at pedig szakdolgozók bérelnek. Ezek a lakások nagyon régen épültek, és nagyon rég volt benne felújítás. Kívülről annyival zárók is, ugye, hogy jobb lesz, hogyha lecserélik őket, viszont belülről nem annyira rosszak az állapotok, mert ugye mindenki saját igénye szerint felújíthatja ezeket a lakásokat, és mindenki próbálja úgy, hogy komfortosabb legyen a saját igénye szerint. A kormányzat egy pályázat keretében most 126 millió forintot biztosít a három tömb korszerűsítésére. Első lépésben szigetelik az épületeket, valamint a nyilászárókat is kicserélik. A felújítás nem csak a lakások energetikai hatékonyságát növeli, hanem a szakemberek helyben tartását is segítheti. A szakember megtartásához feltétlen hozzájárul az, hogy tudok-e lakást biztosítani, nem tudok lakást biztosítani. Fiatalok mindig kérdezik, értelmes munkát akarnak, lakhatási lehetőség, harmadik a pénz. Itt most gyakorlatilag, hogyha ezzel sikerül ez megvalósítanunk, ezt a beruházást, akkor azt jelenti, hogy azért van egy lehetőség, van egy poolunk, amiből mi tudunk, hogy mondjam, gazdálkodni. Én bízom benne, hogy ez az intézménynek is egyfajta rangot fog jelenteni. Érdemes lesz idejönni, érdemes lesz itt letelepedni, hisz egy indulást mindenféleképpen tudunk biztosítani megfelelő kulturált körülmények között. A város tulajdonában lévő nővérszálló nem csak a szakemberek letelepedését segítheti, hanem a környékről ingázóknak is nagy segítséget nyújthat. A Fehérgyarmat ugye közel van Kárpátaljához, közel van a Szatmári térséghez. Itt dolgoznak a kórházban olyan orvosok, akik egyébként lehet, hogy életvitelszerűen Kárpátalján, vagy életvitelszerűen a Szatmári térségben, a Párciumban élnek. És ugye Kárpátalján különösen nagy gondot okozhat esetenként a több órás várakozása a határ a innenső vagy túlsó oldalán. És mindenféleképp fontos, hogy ez a szolgálati lakás lehetőséget ad arra, hogy esetlegesen egy rendkívüli módon beosztott orvos akár itt pihenjen meg az egyik lakásban. A nővérszálló felújítása várhatóan 2019 márciusában fejeződik be, és a korszerűsítéseknek köszönhetően összesen közel 1,5 millió forint rezsicsökkenést hozhat évente az ott lakóknak.